Halihó, sziasztok kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán, és ez a kellemest a hasznossal, vagyis ez egy ilyen olyan videó lesz, hogy szerettem volna amúgy is már fölvenni ezt a kérdezz felelek videót, mert már elég rég kiraktam ezt a kérdéses matricát vagy posztot, és elég sok kérdés jött a kép alá, de a másik dolog, hogy a kellemest a hasznossal, hogy most amúgy is el kell készülődnöm, mert elkezdek itthon, csak két kislányt fogok tanítani, de mivel nem is voltam sehol ma egyébként az első szünetnap van, tavaszi szünetnap, úgyhogy ma nem volt semmi, úgyhogy mondom, egy kicsit így elkészülődgetek, nem szoktam egy ilyen nagy sminket csinálni, sőt van, amikor egyáltalán nem sminkelek, de mondom, hogy most elkészülődök, és akkor közben megválaszolom ezeket a kérdéseket, és van egy-két új dolog, amit meg ki is szeretnék próbálni, amik így ma érkeztek a make-up oldaláról, úgyhogy először szerintem ezeket megmutatom, és utána belecsapunk a videóba. Amit mindenképpen szeretnék kipróbálni, az egy új primer, méghozzá a Maybelline Fit Me, és ez elvileg egy normális, szárazabb bőrtípusra egy hidratáló primer. Na most majd meglátjuk, hogy mattít-e, vagy mit csinál. Egy pillanatra megnézem egyébként, hogy mit ír, mert igazából erre azért annyira nem emlékszem, de hogy mi a pontos funkciója, azzal együtt, hogy ugye a sminkedet előkészíti, de hogy mit ír különösebben, hát figyeljetek, semmit nem látok róla igazából, csak az, hogy hidratáló primer, egy bázis. Nem írja azt, hogy mattít, úgyhogy én remélem is, hogy nem lesz annyira egy mattító finise. Így néz ki, és maga az állagát nézzük meg. Egy krémes állag, oké, tehát nem egy ilyen szilikonos áttetsző, hanem egy ilyen krémes állag. Nagyon könnyen beszívódik, ez tetszik, és egy nagyon-nagyon kicsi ilyen bőrfényt ad. Úgyhogy szerintem ez nem lesz egy ilyen mattító formula. A másik pedig egy újdonság, amit én még soha nem használtam, egy fixáló spré, ami hidratál és lefixálja a sminkedet, mikor már elkészültél, és egy ilyen ragyogást adó. Én ezt megmondom őszintén, hogy ezt az ajánlót Évinél, Crucio, remélem, hogy jól mondom, Évinél láttam, szoktam nézni a videóit, követtem már nagyon régóta, és ő nagyon-nagyon ajánlotta ezt a kis prime fixálósprét. Egyébként még primernek is lehet használni, szóval én nekem vannak olyan spréjim, például ugye a Mario Badescu-tól mindenféle arcpermel, illetve amit most is újra rendeltem, a termálvízes spréje a La Roche-Posay-nak, és én azt szoktam primernek is használni. Szóval simán egy arcpermetet fölfúsz, egy kicsit megszárad így a bőrödön, egy kicsit így felfrissíti, hidratálja, és egy nagyon jó sminkalap lehet. Úgyhogy nem mondtam ebben hülyeséget, de viszont ezt mondom, Évi ajánlotta, és meg is vettem, és nagyon finom illata van egyébként. Olyan frissítő, kicsit ilyen gyümölcsös illata van. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog majd működni, nagyon. És van még itt egyébként még egy újdonság, ami nem más, mint egy folyékony rúzs, és én ezt valamelyik TikTok, vagy én nem is tudom, már valamilyen videóban láttam, rá is kerestem, fumonom, ez az én színem, abszolút imádom ezeket az árnyalatokat. Igen, most is van, nem egy, nem kettő, nem három, tehát ezek a folyékony rúzsok, ugye, tehát, és még ott van egy pár ilyen hasonló árnyalat, de én ezt mindenféleképpen szerettem volna kipróbálni, ezt a formulát is, mert ha itt jól látom, L'Oréal van, Kylie Jenner van, mi ez, Miss Sporty, Bourjois, akkor itt van ez az Andrea Makeup-os, ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép árnyalat, és nagyon egy ilyen puha bársonyos, MAC rúzsom van, tehát most erről a színről beszélek, ugye? Hát a Charlotte Tilbury-től kettő is van,
Most így nagy vonalakban ennyi, de ez egy Revlon folyékony rúzs. Én Revlontól őszintén szóval csak egy alapozót próbáltam eddigi életembe. Nekem azért az nem jött be. Tudom, egyébként egy páran dicsérik, én először egyébként a Polgár Tündénél láttam, hogy ő ezt használja, és én utána rendeltem meg, és nekem nem jött be. Valami miatt nem tetszett, úgyhogy én aztán azt hiszem, hogy el is ajándékoztam azt az alapozót. De ez az Ultra HD Matte Lip Color, egyébként nagyon jól néz ki maga a csomagolás is, tehát hogy nagyon jó hatással van rám egyébként, mikor ezt így megláttam, akkor ez így eleve nagyon tetszett. És az Embrassé, ha jól látom, az az árnyalatnak a neve, egy ilyen gyönyörű szép rózsaszín árnyalat, úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni. Úgyhogy jöhet szerintem a sminkelés, és egyből fölteszem ezt a primert, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Úgyhogy, és az első kérdésre már meg is válaszolom, akkor a választ, hogy, és ez most pont ide vág, most egyelőre így ennyit rakok föl, hogy nem zavarják-e a szomszédukat, ugye, mert hogy én itthon is tanítok, és hogy nem zavarják a szomszédokat, hogy én itt énekelek, meg zongora, meg mit tudom én. Tehát, hogy magyarul az ének tanítás, mint olyan. Mert ugye ez egy társasház. Na most erre az a válaszom, egyébként szerintem már így írtam is viccesen a kommentbe. Fú, nagyon jó illata van ennek a primernek. Erről még nem beszéltünk, de nagyon tetszik az illata. Majd teszek föl még egy kicsit. Nagyon tetszik, és ad egy kis fényt. Viccesen írtam válaszban, hogy nem zavarja őket, vagy ha zavarja, akkor nem mernek szólni. De egyébként tényleg így van, vagy nem tudom. Szóval azt el kell, hogy mondjam, hogy itt ez az ének tanítás, ezt most ne úgy képzeljétek el, hogy itt reggelőttől estig ilyen csimbum cirkusz van. Tehát eleve én csak pénteken, és kizárólag csak pénteken tanítok itthon. Ez azért is van, mert én hétfőket szerda csütörtök az iskolában, a szakgimnáziumban, konzervatóriumban tanítok, és nagyon magas óraszámban, nagyon sok növendékem van, és nem is férne bele, hogyha én nekem még ennél több, így is már nagyon a határán mozgok, tehát ennél többet nem tudok vállalni itthon. Aki befér pénteken, van, aki csak két hetente jön, tehát úgy tudok sakkozni így az idővel, hogy szépen így be tudok osztani mindenkit úgy, hogy normális időben. Tehát általában én akkor kezdek tanítani, amikor az emberek nincsenek itt a házban. Van, aki szerintem nem is tudja, hogy itt mi történik. Azzal együtt nagyon-nagyon jól szigetelt a ház. Itt nem hallatszódnak úgy annyira át ilyen zajok. Mi a legfőső emeleti saroklakásban lakunk, ezen az emeleten eleve csak három lakás van. A közvetlen szomszédok soha nincsenek itthon. Hétvégén sem egyáltalán, mert akkor hazautaznak, ez egy albérlet. A másik lakás pedig szintén nagyon korán mennek el a srácok dolgozni, és amikor 6 óra körül hazajönnek, akkor itt már nincsen semmi. Tehát én akkor már befejezem. Úgyhogy mondom, valaki nem is tudja szerintem, hogy én itt énekelek, vagy bármi. A harmadik dolog, hogy főleg kicsik jönnek. Tehát ez egy ilyen előkészítő, amit én csinálok, fölkészítem őket a következő tanévre, hogy esetleg a zenesuliba be tudjanak csatlakozni, már ilyen intézményes formában, tehát én egy ilyen előkészítőt végzek velük itthon, van akivel egy évig, van akivel két évig, és nekik nincs nagy hangjuk. Tehát egy ilyen 8-9-10 éves gyereknek, szóval nincs olyan nagy hangja, nem kell annyira büfölni se a zongorát hozzá. Tehát ez abszolút bírható. Én azt nem mondom, hogyha valaki éppen mondjuk aludni akar és hallja, hogy valami kis zene van, hogy ez nem zavaró, biztos nem hiszem, hogy van olyan, akit mondjuk ez nem zavarna, de mivel nem non-stop megy, tehát mondjuk ketten jönnek dél körül, hárman délután maximum, tehát mindig így ez így szépen be van osztva,
hogy ez így kíméletes legyen. Úgyhogy ennyi a válaszom erre a kérdésre. Na nézzük meg, hogy ez a primer hogy néz ki, és nekem ez nagyon tetszik. Nagyon szépen be tudtam így masszírozni a bőrömbe, nincs semmi zsíros utóhatása, és van egy kis bőrfény. Nekem ez a bőrfény nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ezzel egyelőre meg vagyok elégedve. Most mivel itthon vagyok, és nem akarok egy ilyen nagy sminket csinálni, most a drogériás kedvencemet, egyezen egy ilyen kedvencem van a drogériából, mint alapozó, ez a Trendy Tap Skin, Wonder Skin alapozó, Cream to Powder Foundation, magyarul egy krémből átalakuló, egy ilyen krémes formula, ami egy ilyen púderré változik, hogyha bedolgozod a bőrödbe, így szépen felszoktam így tapogatni az ujjammal, és most egyébként meg lehetne csinálni azt is, hogy így az ujjammal, vagy a kezeimmel szépen így bele masszírozom, vagy belekrémezem a bőrömbe, de hogy most ilyen szakszerű legyek, és lássatok, hogy mennyire jól működik ez ecsettel is, mert nagyon-nagyon jól működik ez ecsettel. Szivacsal nem tudom, hogy működik, mert én egyáltalán nem használok smink szivacsot. Én a smink szivacs használtát, mint olyan, teljesen felszámoltam, és az összeset kidobtam, és én újat nem veszek. Úgyhogy vagy a kezem, vagy ecset. És ezzel bezárult a kör. És ha jól látom, nagyon-nagyon szépen működik ez az alapozó ezen a primeren. Tehát nagyon-nagyon jól tudok rá alapozni. Tehát meg sem mozdul gyakorlatilag. Tehát nincs semmi olyan csúnya elcsúszkálás. Van olyan primer egyébként, és én is már próbáltam olyan primert, amire én rátettem az alapozót. És tudjátok, így kukacosodott, és az annyira undorító, szóval az borzasztó. És egy tök sok ideig nem is volt kedvem semmilyen primert, ezeket a ilyen szóros, fújós spréket használom. Tényleg, azt nagyon-nagyon szeretem, mert abba biztos vagyok, hogyha arra utána ráteszem az alapozót, az nem fog nekem elkezdődni ilyen kukacca alakulás. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez most jól vizsgázik, ez a primer, ez a Maybelline primer. Majd meg fogom látni, és lehet, hogy majd akkor megírom az infoboxba, hogy majd, hogyha más alapozót használok, ugye az én kedvenc alapozóm, hát ezzel nem mondtam most nagy újdonságot, ugye a Lancôme Tint Idol Ultra Wear alapozó, hogy ezzel hogy működik, illetve ez a Babor CC krém, ez is egy új, vagy BB krém, ez is egy új felfedezésem, hogy ez milyen így a kettő együtt, úgyhogy ezekről be fogok nektek majd idővel számolni. Most jön a korrektor, ami egyébként nem újdonság, hanem egy régi kedvencem, és méghozzá azért rendeltem meg, mert én most nagyon-nagyon sokáig használtam a Rimmelnek azt a multitasker korrektorát, és az utóbbi időben kezdtem azt érezni, hogy egy kicsit sok, vagy nem tudom, most nekem ez egy picit sok, most ugye téli őszi időben jó volt, de most azt érzem, hogy nekem ez egy picit sok így a bőrömnek, úgyhogy én most rendeltem egy L'Oréal ezt a True Match korrektort, és én ezt régen nagyon sokat használtam. Egyszer egyébként, még a biztonsági mizé rajta van, zár, még régebben beszélgettük pont Virág barátnőmmel, hogy aki nem tudja esetleg, azért most elmondom, biztos, mert többször elmondtam, hogy a Stílus és Szépség csatorna, Virág, ő nekem a gyerekkori barátnőm, ugyanis mi osztálytársak voltunk, az Alsóerdős utcai néptánctagozatos, éneknéptánctagozatos általános iskolába, és több éve tanítom már a kislányát, Dorkát, aki most már azóta egyetemista nagy hölgy, énekelni. Úgyhogy hát ez nem csak egy olyan barátnő, ez egy ilyen ős kapcsolat, amit hogy testvérem lenne. Na és a Virággal beszéltük pont, hogy ő is nagyon szereti ezt a korrektort, úgyhogy én ezt most
Fel fogom tenni, de én ezt nagyon-nagyon régen nem használtam, úgyhogy én most kíváncsi vagyok, hogy ez nekem most hogy fog úgymond ízleni, és én azt hiszem, hogy ezt a... Melyik ányalatban is vettem ezt meg? Mert most leszettem róla, és arra volt ráírva. Én úgy emlékszem, hogy ez a vanília árnyalat volt. Úgyhogy egy ilyen egészen világos, de egy ilyen picit ilyen bézses szín. Igen, most egyébként így, hogy most egyből feltettem, azt éreztem, hogy sokkal könnyedebb, már így feltéve is, feltapogatva, sokkal könnyedebb az állaga, mint a... Igen, és így eldolgozva is. Viszont világosabb, mint az eddig használt Rimmel multitasker korrektorom. Ami viszont meg nem baj. De kifogom most nektek, hogy lássatok a különbséget. Sokkal könnyedebb, tényleg sokkal könnyedebb. Tehát ugye itt van nekem a 0.30-as egyébként. Tehát ez a Rimmel korrektor. És ide mellé kikenem a L'Oréal-t, ami sokkal világosabb, látjátok, sokkal áttetszőbb, tehát sokkal folyékonyabb, sokkal hígabb textúrájú, a másik meg egy ilyen sárgásabb állag. Úgyhogy most én ennek örülök, egy kicsit most azt érzem, hogy nekem így szükségem volt erre a kis frissítésre. És azt kell mondjam, hogy vigyázzatok nagyon, mert az ilyen szemre való dolgok nagyon-nagyon hamar tudnak így megromlani. És én nagyon-nagyon gyanakszom most erre a Rimmel korrektoromra, hogy miért könnyezik állandóan a szemem, és szerintem ezt kezd lejárni, vagy pedig nem annyira régi, de mégis te tudod, hogy használod, levegőt kap, kész, meg tud romlani, nagyon hamar. Tehát egy ilyen 2-3 hónapot adok egy ilyen szemterméknek. A szemspiráloknak sem adok sokkal-sokkal többet. Én nagyon sokat használom, úgyhogy elég hamar el is szoktam így használni. Tehát ilyen kiszáradásig, beszáradásig, de maximum azt mondom, hogy 4 hónap. Vagy... Igen, tehát nem adok neki többet, mert mindig tapasztalom ezeket az ilyen könnyezős dolgokat. Na, én szerintem most az következik, hogy egy következő kérdésre fogok válaszolni, ami szintén nagyon testhez álló. Közben lefixálom a L'Oréal szintén True Match púderrel itt a szemem alatt. Na, hát szóval az a kérdés, hogy én hogy lettem opera énekesnő. Na figyeljetek, most ez a kérdés, ez egy olyan kérdés, hogy kb. Egy 60 percet minimum, egy egész estét betöltő tudnék válaszolni erre, de nagyon-nagyon egyszerű a dolog, és ezt is már lehet, hogy többször elmondtam, hogy az anyukám mondta, hogy ez nagyon fura volt, hogy szóltak az óvónénik, hogy egyfolytában énekelek. És még az anyukám azt is még mesélte, hogy én előbb énekeltem, dúdolgattam, és utána kezdtem el beszélni. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy én egy kicsit le voltam maradva a társaimtól, mert nekem egy nagyon súlyos autóbalesetem volt, méghozzá ilyen 14-15 hónaposan, szóval nem egész másfél éves koromban felcsúszott a Rózsák terénél egy mentőautó, amely kidöntött egy kereszttáblát, és az ráesett az én babakocsimra. És az volt a nagy mázlim, hogy bár a fejemre is ráesett, és koponyatörésem lett, még nem volt így a két agyféteg összenőve, és ez a kutacs tudott tágulni, és nem lettem ilyen vízfejű, vagy nem haltam meg, vagy mit tudom, én nem lett egy olyan súlyos bevérzés, amitől egy ilyen agykárosodásom lett volna. Így is sokáig ugye nem tudták, a anyukám is ilyen tiszta ideg volt, meg az egész család, a nagyszüleim, meg az orvosok is, ugye az anyukám orvos, és hát az rengeteg orvos barát. Tehát sokáig ilyen kérdéses volt, hogy vajon lesz-e
ennek valami maradandó nyoma ennek a balesetemnek, mert akkor még azért 76-ban, vagy 76-ban még nem voltak olyan műszerek, meg ilyen mindenféle komputeres vizsgálat, csak nagyon kezdetleges, amiben mondjuk ki tudták volna mutatni, hogy itt van-e valami különösebb sérülés, vagy nem. Csak a jó Istenbe lehetett bízni, hogy nem történt nekem valami súlyos fejlődési károsodásom, hogy megállok így a fejlődésbe, és így is egyébként ez a beszéd, ez egy kicsit később indult el, tehát már bőven az én bölcsis ovistársaim beszéltek, amik én egy hangot nem szólaltam meg, azt hiszem, hogy még 3 évesen sem, viszont énekeltem. Úgyhogy mondták az óvónénik, hogy ez egészen elképesztő, hogy a kislány nem beszél, viszont kristálytiszta hangon énekel. Na hát én úgy gondolom, hogy az én énekesi karrierem az valahol innen datálódik, és hát vannak azért a családban ilyen rokoni szálak, hogy a dédnagymamámnak volt Tokajban zeneiskolája, meg voltak ilyen szép hangúak a családban, de úgy kifejezetten énekes vagy zenész, így, tehát ilyen professzionális, az nem volt, legalábbis nem tudok róla. De hát ugye végig énekeltem az óvodát, utána beírattak természetesen zeneiskolába, hegedültem, zongoráztam, kórus, népi tánc, a híres Alsóerdőzsor utcai néptánc tagozatos iskolába jártam, a Folti Jolán Novák Tata kezdei alatt táncoltam, utána a Városmajori Gimnázium, amelyik egyébként az egyik elit gimnázium így Magyarországon és Budapesten, és az első 5-ben van mindig, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Ott első érettségiző osztály vagyok, illetve az Angelika Kórus alapító tagja. Tehát én aztán a leges-leges legjobb helyeken tanulhattam, a legfantasztikusabb tanároktól. Bartók Konzi, szuper tanárok, Zeneakadémia, és így szépen nyílegyenesen, kérdés nélkül sétáltam be a Magyar Állami Operaházba, és azóta is gyakorlatilag a színpadon vagyok, folyamatosan vannak fellépéseim, koncertjeim, rengeteg lemezem van, nagy cégekkel, Hungaroton, stb. És hát ugye elindult ez a tanári karrierem, ami nagyon-nagyon-nagyon ígéretesnek indult is, és most meg már abszolút úgy érzem, hogy hát nem is gondoltam volna, hogy ilyen magasra jutok el ebben a kategóriában. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, tulajdonképpen ez most nagyon röviden és velősen, így ezt tudnám erre a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lettem ovar énekes, úgyhogy előbb kezdtem énekelni, és aztán jött minden, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy ha nem lenne ilyen családi hátterem, akkor ez mind nem jött volna össze. Na hát most, mivel szépen megcsináltam közben a szemöldökömet is, de azért szerintem még lefixálom az Anasztázia Beverly Hillsnek, amit egyébként nem szeretek, de mindegy, most már elhasználom ezt a szemöldök fixálójával. Én időközben ugye megvettem az Hourglass-nak ezt a tigrises palettáját, amit nagyon-nagyon szeretek, és egyszerűen azt kell mondjam, hogy ha semmi más nem használok az egész arcomra, csak ezt, akkor már azt mondom, hogy tökéletesen rendben vagyok, ugyanis ezt arcra, szemre, mindenhova ki tudom használni, és nem is kell igazából még szemhéjpaletta sem, mert hogyha egy kis fényt vagy egy kis bronzert ebből a palettából most ugye pirosítok, és hogyha azt fölteszem, akkor az így a szemre is tökéletesen működik. Most föltettem a pirosítót, ebből a palettából a bronzer nem annyira, tehát látjátok, szóval én most bronzosítok, tehát ennek a palettának egy viszonylag világosabb és eléggé, tehát meg is mutatom így, látjátok? Tehát egy kicsit olyan highlighteres, tehát egy ilyen glow hatása van a bronzerének. Úgyhogy én, az az igazság, hogy én rászoktam egy picit, tehát el szoktam indulni ezzel a bronzerrel,
de én nekem ez momentán nem elég. Úgyhogy rászoktam segíteni, és most ez is egy új szerzeményem, a Huda Beauty-nak ez a kis pici, mert ez viszonylag egy kicsi, de egy fantasztikus. Nézzétek meg, azért ebből is mutatok. Hát látjátok, hogy ez már egy sokkal sötétebb árnyalat, és ezzel szépen picit még kontúrozok. Látjátok, hogy mennyire gyönyörű ez a pirosító ebből az Hourglass palettából. Nagyon boldog vagyok, hogy meg tudtam szerezni, majdnem egy vadi új. A 2023-as Holiday Limitált kiadásból van, és végül is kiderült, hogy egy kolléganőmnek, aki egy fantasztikus énekesnő, és nagyon szeretem, és nagyon sokat énekeltünk együtt, operában is, meg koncerteken is, az ő sógornője. De ez teljesen véletlen, úgyhogy így le tudtam csapni erre a palettára, személyesen átvettem, egyébként azóta is már mutatott nekem egy-két dolgot, egy Pat McGrath palettát akart nekem így ajánlgatni tegnap, de mondtam, hogy azt most nem szeretném, mert van kettő hasonló a márkától is, úgyhogy majd valami másokat mutasson. Na, most fogom még a púderecsetet, látjátok, hogy most így megvan ez a kontúrozás és bronzosítás, pirosítás, és egy kicsit még ugyanezzel a L'Oréal True Match púderrel egy picit így átmegyek, de én nem szeretem ezt a kis fényesebb hatást annyira elvenni, inkább csak egy ilyen fixálás szempontjából visszamegyek az Hourglass palettámba, és ezt a két színt szoktam én így kevergetni. Ő az egyik, és a másik pedig ő. Ez ugye nagyon erőteljes, ez viszont egy picit ilyen rózsaszínesebb, és így a kettőt szoktam ezzel az új Milani ecsetemmel gyakorlatilag így, tehát így, csak így picit így, látjátok, így bele érintgetem, tehát ennyi a történet, egy kicsit így felviszek, mert nagyon, tehát az a középső highlighter, az borzasztóan világít, tehát az tényleg, most például volt ugye koncertem, tegnap is volt, meg tegnap előtt is, és a tegnap előtti a színházban volt este, nagy reflektor, minden, na akkor bedurvítottam ezt a palettát, úgyhogy ez nagyon jól is nézett ki, nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörű, mennyire üde, nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy én nagyon-nagyon jól jártam ezzel a vétellel, először is potomáron, tehát töredékáron, és nagyon jó állapotban van, nagyon jó minőségű dobozával kaptam meg, úgyhogy fél évig vadásztam rá, fél évig, és sikerült. Úgyhogy a Verának is köszönöm, Kávé és Mint csatorna, mert ő adta le nekem úgymond a drótot, hogy melyik csoportba látta. Kicsit elszoktam még így azért itt a orrom környékéről venni belőle, és ennyi. Úgyhogy az arcommal készen vagyok, és most mutatok nektek egy, hát egy úgymond, hát nem trükk, de hogy mennyire univerzális lehet egy pirosító, amit nem csak pirosításra használhatsz, hanem gyakorlatilag a szemedre is. Úgyhogy én most ezt fogom nektek megmutatni. A MAC-től vettem egy a Growy árnyalatú pirosítót, és ezt fogom föltenni, de a szememre. Úgyhogy ehhez meg fogok egy ilyen kis pufi ecsetet, amiről így leszedjük a maradékot, vagy hogy mondjam. Nagyon szépen fölveszi az ecset, tehát nagyon-nagyon szépen fölveszi az ecset, a terméket, látjátok. És csak egy kicsit ilyen nagy vonalakban fölviszem, tényleg, mintha egy, tehát most ebben a pillanatban szemhéjpornak fogom használni, és egy ilyen kis barackos, ilyen nagyon-nagyon szép, följebb is megyek vele, mert majd így alulra vissza fogok menni az Hourglass palettába, és abból a fényes highlighterből fogok egy kicsit így a szempilla
mélyítőhöz vinni. Úgyhogy az van, hogy ezt ide fölviszem, ide a mélyítőbe, mind a két oldalra. Így ennyi. És most egyszerűen fogom csak és kizárólag az ujjamat, és belenyúlok az Hourglass palettába, és most ezt az árnyalatot, ezt, ami egy kicsit ilyen, nézzétek, egy ilyen rózsaszínesebb, de van egy ilyen nagyon szép fénye, de nem az a, az a nagyon durva fény, ezzel ide egy picit fölviszek, ide a mozgó részbe, szerintem ez nagyon szép. Mostanában ezt szoktam csinálni egyébként, hogy egy kis ilyen rózsás, és egy kis fény, és ennyi. És viszont alulra azért szeretnék fölvinni egy kis kontúrt, és akkor viszont meg visszaveszem a bronzert, ezt a bronzert, tehát ez egy ilyen tök egyszerű kis még, és így szépen alulra, mind a két szemem alá, meg kicsit ide, így a szempillatőhöz, egyetlen egy bele csöppentéssel, tehát egyetlen egyszer raktam bele az ecsetet a bronzerba, és ennyi. Most raktam vissza. Most veszek föl még egy kis terméket, ide oldalra is teszek, és ennyi. Úgyhogy ezek után nincs más hátra, mint sem a most ebben jelen pillanatban a kedvenc szemspirálomat, ami a Lancôme-nak az Idol szemspirálja. Ezt fogom felrakni, és megnézek még egy következő kérdést. Na hát most bebizonyítom, hogy szempilla spirálozás közben is lehet beszélni, úgyhogy, mert ugyanis most egy olyan kérdés csoport jön, ami... Tehát így egy egész kérdés halmazt kaptam, és közben úgy gondoltam, hogy kispirálozom a szememet. Remélem, hogy jól látjátok. Ehhez kiveszek szerintem egy ilyen kis tükröt, ha már ezt az Hourglass-ba ebbe fogom nézni magamat. Szóval, az egyik kérdésre egy nagy gyors tömör válasz. Szoktam-e énekelni a zuhany alatt, vagy a fürdőszobában? Nem. Egyébként ez tök érdekes, hogy akkor sem énekeltem soha, mikor kicsi voltam, tehát erre egyáltalán nem emlékszem, hogy én így ilyen fürdőszoba éneklést mutattam volna be otthon. Bár egyébként köztudottan nagyon jó akusztika van a fürdőszobában, nyilván a csempe, meg ezek így jól a falak, ahogy úgy visszaverik a hangot. Nagyon csalóka, ezért sem énekelek, ugyanis aki professzionálisan, de tényleg szakmai, tehát ez a szakmája is, ugye, hogy énekes, meg ezzel foglalkozik, ez egy nagyon becsapós dolog. Azt hiszed, hogy mekkorát szól a hangod, mert úgy szól a fürdőszobában, mintha valami háromszoros sztereó, nem tudom mi, ki lenne erősítve, be lenne dugva valami mikrofon, és akkorát szól, hogy minimum egy ilyen szabadtéri színpadon erősítés nélkül is így visszaverni a fal a hangodat, és aztán kimész a fürdőszobából, és mondjuk bemész egy süket terembe, ahol nincs akusztika, vagy szar az akusztika, vagy egy használhatatlan akusztika van, és akkor az egy annyira lelombozó, tehát nekem egyébként ezt azért mondom, mert volt ilyen tapasztalatom, hogy egy-két hangot úgy kiengedtem, ilyen, csak ilyen hangpróba, hogy ilyen, jaj, mit tudom én, tehát most ugye felraktam pozícióba a hangomat, ugye a beszédhang itt van, de az ének hangom meg itt van, és akkor ezt így kipróbáltam, és akkor úgy tűnt, hogy fú, ez most nagyon jól szól, és aztán mondjuk elmentem a próbaterembe, vagy énekórára, vagy akármi, most ez nyilván egy régebbi történet, és egyből kiderült, hogy ez egy önámítás, ez egy illúzió, ez totálisan egy ilyen délibáb, tehát erre nem lehet építeni, és én nem is akarom. Na, azzal figyeljetek, ha én elkezdenék itt, a társasházban, a fürdőszobában, ahol a szellőző akna meg minden, na ott én operásan elkezdenék énekelni, visszatérve az első kérdésre, azt tudni, hogy tehát az kiverni a biztosítékot, tehát az zavarná,
a lakókat, de az, hogy én így gyerekekkel énekelek, egy pár zongorától aláügy játszok, vagy skálázunk, és általában 80%-ban vagy ilyen kis dalos könyvekből kísérek, amiknek nem ilyen Beethoven kíséretük van, meg ilyen nagy zenekari átirat, hanem ilyen egyszerűbb, az nem zavar. Meg föl szoktam ugye rakni a Bluetooth hangszórót, és akkor ilyen alapra énekelnek ilyen Disney dalokat, meg musical, meg ilyesmi. Tehát az nem zavar. De hogy elkezdenék, figyeljetek, ott a fürdőszobába áriázni, ez tuti, na az kivágna a biztosítékot, de soha nem csináltam, igazából nem tudom, tehát ez szerintem csak ilyen filmekben, vagy ilyen vígjátékokban, hogy ott árjázik a pasi, és szappanozza a hátát, vagy magát közben, és akkor ez egy ilyen jó gag, egy jó film elem, egy jó betét, de így a valóságban én nem tudom, hogy hány ember énekel a fürdőkádban. Gyere, én is kíváncsi lennék. Na nézzétek meg, hogy ez a Lancôme szempilla festék, ez valami csoda bomba. Pillákacsá, ez az egyik. A másik, hogy tartós, tehát nem potyog le. Nagyon-nagyon szépen fennmarad a pillákon, egyáltalán nem nehezíti el a pilláimat, úgyhogy fantasztikusan tudom használni, órákon át, egész nap, nincs vele semmi probléma. Na, még egy kérdés, hogy megint csak bebizonyítsam, hogy szempilla festés közben is lehet beszélni. Jó, egyébként eléggé nehéz, hogy szoktam-e tévét nézni, és ha igen, milyen műsorokat. Na, akkor ezt most el tudom nektek mondani. Nálunk a nappaliban, egyébként itt a hálóban is ott mögöttem, így van egy ilyen régebbi, hát egy régebbi típusú tévé, most már egyébként beszéltük, hogy ide is veszünk egy ilyen lapos tévét, de annyira sokszor ezt nem is szoktuk itt a hálóba bekapcsolni. A nappaliban van, illetve még a konyhában is van a falon, ott szokott menni, így ha főzés van, vagy ilyen étkezések között, ha éppen valami olyan műsor van, ami a Ferit érdekli, meccs, vagy ilyesmi, akkor ott az szokott menni, de a nappaliban van egy ilyen hatalmas monitor, egy ilyen óriási tévé, nem is tudom, Panasonic, vagy nem tudom, milyen márkája van annak. Feri, milyen márkájú az a tévé, ami ott van a nappaliban? Milyen márkájú a tévé, ami a nappaliban van? Panasonic, ide jól mondtam. Na, azon ő netezni szokott. És engem egyébként ez nem zavar, nekem van egy hasonlóan, majdnem ugyanakkora nagy monitorom kín, tehát én ott tudok netezni. De hogyha tévét nézzünk, az általában sport. És az általában foci, és az általában vagy magyar bajnokság, vagy a Fradi minden mennyiségben, vagy ilyen Bayern München, meg nem tudom micsoda, szóval ezek az ilyen jobb foci meccsek, amit vagy a netről néz, mert onnan streamerik, vagy valamelyik sportadó. Tehát nálunk az mindenféle sportadók mennek legfőképpen, mi híradót, tehát én nem vagyok olyan, mint anyukám, hogy 6 óra is híradósz, ami soha nem nézünk ilyen időpontra műsorokat, nem szoktunk híradót se nézni, mennek ilyen hírcsatornák, külföldi is, magyar is, onnan szokott a Feri tájékozódni legfőképpen ilyen politikai, meg mit tudom én milyen dolgokról. Engem ez annyira nem érdekel, én inkább megnézem az interneten az Indexet, meg az ilyen Telex, meg nem tudom milyen hírcsatornákat. Onnan úgyis megtudom, és ami érdekel, akkor úgy célzottan mondjuk rákeresek arra a műsorra. Illetve amit még szoktunk nézni, az ilyen vetélkedős műsorok, illetve most nézzük ezt a házasodós műsort, ez nagyon szórakoztató, amikor ugye úgy házasodnak össze, hogy nem ismerték egymást, és én vakon, nem tudom, hogy mi a műsor címe, de hogy ott találkoznak az oltár előtt, és akkor megismerik egymást közben, hát mi ezeken nagyon jókat szórakozunk. Akkor még szeretjük a Cápák közt, ugye, az ilyen befektetős, ilyen tőzsde, meg mindenféle műsorok, ami ilyen
életszerű, szóval nem az ilyen, amíg ilyen kitalált, és ilyen teljesen elrugaszkodott az élettől, hanem például cápák közöttben is ugye bejön egy srác, vagy egy pár, vagy ilyen fiatalok, vagy idősek, most tök mindegy, és hozzák a kis termékeiket, vagy a projektjüket, vagy a cégükről beszélnek, és akkor ehhez kérnek támogatást. És vannak nagyon-nagyon érdekesek, ami teljesen meg is döbbennél, hogy úristen, hogy ilyen fiatalok például miket ki nem találnak, meg fejlesztenek, meg tehát szóval ez is nagyon érdekel. Van egy-két olyan kvízműsor, ami ilyen intelligencia kvíz, tehát az ilyesmik azok is szoktak érdekelni, és akkor azokat is nézzük, de általában ezeket nem a tévéről nézzük, hanem mindenféle netes oldalon, ilyen netes csatornán visszanézzük, ahol nincs reklám. Mert az, ami engem borzasztóan idegesít, az az, hogy nézek egy műsort, ami mondjuk másfél óra, de három óra, mert közben másfél óra reklám van. Úgyhogy mi megvárjuk, hogy ez így lemegy, és ezt a házasodós ilyen házaspáros műsort is úgy nézzük, hogy ilyen 10 után, amikor már felrakták ezekre az ilyen netes oldalakra, és akkor onnan meg lehet nézni, mert én nem bírom a reklámokat. Én egyszer rosszul vagyok ezektől a reklámoktól, úgyhogy igen. És még nem is tudom még mi volt, még ebben a nagy kérdéshalmazban, mindjárt megnézem, hogy még mi volt kérdés, de nézzétek meg, hogy mennyire kis szép ez a kis üdebarac ezzel a brutál pillával, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és egy kicsit én ezt most megbolondítom ezzel a, nem is a zölddel, várjatok, egy valami barnával, nem, vagy feketé, kihúzom a szememet, na mit csináljak, várjatok, feketével? Kihúzom feketében. És olyan rég volt kihúzva így a szemmel. Tehát itt a vízvonalamat most egy kicsit kihúzom. Egyébként nem szoktam. De nem tudom, hogy most jött egy ilyen ötlet. És egy kicsit így, mert annyira erős lett az alsó pillasor is, hogy most egy kicsit kihúztam. Na, egyébként, ha akarjátok tudni, az Adennak ez egy nagyon-nagyon jó szemceruzája, hogy azzal húztam ki. Na, hát megvagyunk, ugye, megvagyok az arccal, a szemmel tökéletesen. Megnézek még egy utolsó kérdést, még egy kérdés belefér, mert eljött az idő, hogy kipróbáljam ezt a Revlon szájterméket, és utána le fogom fixálni ezzel az új sprével az arcomat. Na, a számat azt előkészítettem, méghozzá a Coco árnyalatú Kylie Jenner szájceruzával, és szerintem ez passzolni fog, ez egy elég világos rózsaszín, de én szerintem ez passzolni fog ehhez a Revlon rúzshoz. Mutatom még egyszer, szerintem állati jól néz ki. Ilyen applikátora van, és nézzük meg, hogy ez hogy működik. Gyönyörű színe van, egyszerűen csodálatos színe van. Nos, nagyon-nagyon krémes, és nagyon finom íze van. Nem tudom máshogy mondani, szóval van egy ilyen kicsit ilyen karamelles kávés, ilyen csokoládés íze. Azt kell mondjam, hogy a MAC rúzsoknak van ilyen íze, legalábbis a MAC valamelyik retro matsorozatos folyékony rúzsnak is ilyesmi íze van, és szerintem most meg is szagolom a L'Oreal ilyen rúzsokat. Nem, ezeknek nincsen csoki illata, de én erre konkrétan emlékszem, hogy nem egy, nem kettő ilyen csoki illatú, illetve ízű szájtermékkel már találkoztam. Gyönyörű színe van. Remélem, hogy még van annyi fénykín, hogy meg tudjam nektek mutatni. Egyelőre nem szárad le, úgyhogy erre még azért kíváncsi leszek, hogy ennek mennyi idő kell, vagy egyáltalán leszárad-e, vagy marad egy kicsit ez a krémesebb állag,
Mert lehet, hogy ez egy matt, leleső, azt írja, hogy ultra matt. Igen, ultra HD matt lip color. Marad egy kis fénye. De figyeljetek, azt kell mondjam, hogy ez nekem nagyon teszik. Most egy pillanatra, azért a kamera marad, megpróbálok így rárakni egy papírzsepire. Ilyenkor egy picit elveszi a fényét, de megmarad a krémessége. Ez nagyon érdekes. Nem szabad belőle sokat fölvinni, most ez is egy ilyen tapasztalat, én visszalakok. Nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen kis fénye. Egy picit még visszarakok, ide főleg ide fölőre. Hát gyerekek, nekem ez állatira tetszik, ez is gyönyörű színe van. El vagyok ájóba teljesen. Úgyhogy gyorsan válaszolok még, hogy el ne felejtsük, jó, mielőtt még lefújom magamat, hogy milyen zenéket szeretek, meg miket szeretek hallgatni. Lehet, hogy már erről is beszéltem, de mi nagyon-nagyon szeretjük az ilyen nagyon durva metal zenéket. Ebben is abszolút társra leltem a Ferivel, mert ő is szeret az ilyen hörgős, úgyhogy tudnék mondani nektek zenekarokat, Amorphis, Amonamart, Dimmu Borgir, az ilyen nagyobb volumenű, nagy zenekari hangszerelésű együttesek, akiknek kifejezetten ez a metal hörgős hangjuk van. Mi nagyon szeretjük a Rammstein, imádom azt a zenét. Azon kívül régi depes mód, illetve én ősbonanza banzáj rajongó vagyok, úgyhogy ez a vonal is abszolút megvan. De ezen kívül az ilyen dallamosabb 80-90-es évek diszkót is, ugye hát én ebben nőttem föl. Nagyon szeretem, és hát, hogy tulajdonképpen mi az, amit én énekelni nagyon-nagyon szeretek, hát természetesen a klasszikus zene, azon belül is az oratóriumok, a nagy oratóriumok, a dalok, az opera, és minden olyan, ami szépen van meghangszerelve, akár egy kicsit modernebb, én Gaspert is énekeltem, úgyhogy minden, ami a hangomhoz passzol, és a lelki világomhoz, ezt meg így tudom ugye kifejezni a hangommal. Legutóbb egyébként operát, a Bohém életet énekeltem, a Mimi szerepét, gyönyörű volt, nagyon jól sikerült, pont ma kaptam meg a rádióból a hivatalos végleges felvételt, úgyhogy nem sokára le fogja adni a Bartok Rádió az egész operát az én főszereplésemmel, úgyhogy hát nagyon boldog vagyok. Hát gyerekek, elérkeztünk a sminknek a végéhez, és a videó végéhez is. Én remélem, hogy tetszett nektek, nincs más hátra, nincs sem. Én most lefújom az arcommal ebből a Catrice fixáló sprével. Hó, nagyon finom, ilyen picit ilyen barackosabb illata van. Nagyon-nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hamar fog megszáradni, mennyire marad ez a fényes hatása. Ezt még ugye bevárom. Kimegyek a természetes fénybe, mert még világos van, és akkor nézzük meg, hogy mit sikerült alkotni. Én remélem, hogy jól szórakoztatok, remélem, hogy tetszett ez a kis story time. Az új termékek nagyon-nagyon tetszenek, nagyon bejön, kíváncsiak, hogy ez hogy fog leszáradni, és nem is nagyon merek hozzányúlni, úgyhogy jövök hamarosan. Na, hát ilyen lett a végeredmény. Én nekem meg kell mondjam, hogy nagyon tetszik, és teljesen gyönyörűen megszáradt ez a fixáló spré, és azt kell mondjam, hogy tényleg ad egy ilyen picit ilyen ragyogást, egy ilyen glowy hatást, azzal együtt, hogy a highlighter az azért nagyon dominál, de hogy nem mozdította el a sminket. Tehát én alapjáraton azért nem szeretem igazából annyira ezeket a fixáló spréket, mert hogy lefixálom ugye az arcomat, utána lefújom, és akkor így lejön, lehozza a sminket, amit olyan szépen fölpakoltam előtte, de ez most azt kell mondjam, hogy ez így tök jól néz ki. És nagyon finom illata van, és tényleg azt érzem, hogy egy kicsit olyan, tehát ilyen száraz lett a felület az arcomnak, de nem kellemetlen módon, de megmaradt ez a ragyogása, tök jó, a rúzs nagyon tetszik. A rúzs az úgy mat, hogy ez nem ez a matra száradó, leszáradó, ilyen kiszívja a véredet is, meg a mindenedet is a bőrödből, és így össze
összecuppan, vagy össze, tudjátok így, ami nem egy jó érzés a szájon, na most ez nem olyan. Tehát matt, és mégis van egy nagyon pici kis, tehát maradt egy ilyen fénye, de nem az a krémes fényes rúzs. Valahogy így a matt és a krémes közötti átmenet, de gyönyörű szín. Picit kiebb is jöttem, hogy így a teljesen a nappali fénybe, bár egyébként ez most már egy kicsit jellemenő fény. Nekem nagyon tetszik. Nekem ez a smink most nagyon tetszik. Kicsit lehet, hogy sokat beszéltem, és kicsit túltoltam a szempillát, ez most egy kicsit lehet, hogy sok, nem tennék föl ennyit, de úgy elbeszéltem így az időt alatta. Szóval a konklúzió, minden, ami így új, a korrektor, az is nagyon jó, a primer nagyon tetszik a rúzs, és nagyon tetszik ez a fixáló spray. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ajánlom is ezeket a termékeket, remélem, hogy jól szórakoztatok, mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, kommenteljetek, és találkozunk remélem hamarosan. Sziasztok!